2017. március 30-án ezeket a híreket találtam, amiket úgy gondoltam, hogy érdemes megosztani és tudni róluk. Nem feltétlenül azért, mert annyira fontosak, hanem inkább azért, mert nagyszerűen érzékeltetik. Az, hogy mer felé halad a világ, az első egyből a Global News-tól. Ugye arról beszél, tegnap olvashattuk azt, hogy Bretrost nem hajlandó a Gay Pride felvonuláson masírozni ő egy konzervatív jelölt. Teljesen mindegy igazából, hogy kik ezek az emberek, vagy melyik ország, a lényeg maga az üzenet. Arról van szó, hogy aki nem hajlandó részt venni abban, amit a világ hirdet, az mind, mind maradi lesz, őskori, bigott, vagy ennél sokkal rosszabb dolgok. És ami a Gay Pride-ot illeti, homoszexualitás bűn, és a büszkeség szintén bűn, úgyhogy egyértelmű, hogy miért találta ki az ellenség az egész LGBT mozgalmat, és azt a zűrzavart, ami jelenleg a, akárcsak a nem meghatározásánál, illetve azzal kapcsolatban felmerül. És még mielőtt azt gondolnák, hogy én utálom ezeket az embereket. Nekem semmi bajom nincs ezekkel az emberekkel, mindenki azt csinál, amit akar. Én csak figyelmeztetni szeretném őket, és azokat, akik ezt támogatják, hogy ez egy bűn a teremtő szerint, ez egy utálatosság, és mindig is az lesz, mindig is az volt. De úgyhogy akit ez érdekel ilyen szempontból, az vegye magára, akit nem, az meg azt csinál, amit akar. Teremtő szabad akaratot adott mindenkinek azért, hogy azt csináljon, amit akar. Megmondta az ő szabályrendszerét, az ő rendszerét, és az szerint fogja megítélni a világot. Mindenki, aki az utcán vonul, és homoszexualitást hirdet, vagy az támogatja, az, az azért fog felelni. Érdekes az, ahová a világ jutott, ez ugye a Buzzfeedről egy hír. Az embereknek fel sem tűnik az, hogy tínédzser lányok gyakorlatilag mesztelenül szerepelnek a címlapokon, és mindenhol, míg mondjuk ez 10 éve, vagy akár 15 éve elképzelhetetlen lett volna. És az a megdöbbentő, hogy a világ ezt nem tartja el er erkölcstelennek, sőt, a feminista mozgalom és az ahhoz hasonló eh, mozgalmak azok teljes mértékben lerombolták Nem csak az erkölcsöt, hanem maga a párkapcsolatnak a jelentőségét és mindenféle esélyeit. Hiszen mindaddig, amíg nők így mászkálnak az utcán, illetve a közéletben, addig nagyon nehéz lesz azt a kapcsolatot visszaállítani a férfi és a nő között, amit a Teremtő meghatározott. Azon tudatlanok számára, akik azt gondolják, hogy ez bármiféle előnyhöz jutatja a nőket, vagy ez kifejezi az egyenjogúságukat, az erejüket, vagy akármit, az, az sajnos súlyos tévedésben él. Ha segítené azt, akkor azok, akik uralják és irányítják a világot, nem engednék. Minden, ami történik a médiában, vagy a közéletben, az minden arra szolgál, hogy az emberiséget tönkre tegye. És az erkölcstelenség, aminek része a meztelenség, az erkölcstelenség, az. Ennél talán még nem is volt magasabb fokon. Ismét Global News, ahol arról van szó, hogy a nőknek menstruációs szabadságot fognak adni és természetesen a nemek közti egyenlőtlenségre utal. Akinek még nincs hány a feminista mozgalomtól, az valószínűleg nem olvas eleget a médiát, ugyanis minden ez jön, kezdve ugye az előzőekben a mesztelenség dologgal, de, de minden téren, terén az életnek a nők kezdik átvenni a férfiak szerepét, ami tulajdonképpen a problémák egyik okozója, hiszen a teremtő meghatározta a nemek szerepét, aki ebben nem hajlandó részt venni vagy alkalmazkodni ehhez, az nem fogja megtalálni a helyét. Ez történik a világban. Mindenki, aki a feminista mozgalomban részt vesz, az nem érti, hogy az ellenség hogyan működik. Ez külföldi apró.com weboldalról származik, ugye ő lett a finn szépség királynő, a másik program, ami zajlik a világban, az a különböző embercsoportok és nemzetek és színek összemosása és annak a, az erőteljes promotálása, hogy mindenki egy, az egység, a, a, bekövetkezendő új világrend és a világkormány ezt ugye megköveteli, hogy az emberek így gondolkozzanak. Ennek egy nagyszerű példája maga a finn szépségverseny, ahol ez a karakter lett a győztes igazából teljesen mindegy, hogy kinyeri, teljesen jelentéktelen, de ha az ember látja az összes hírt, például amiről szó volt, akkor egy jobb képet kap arról, hogy mi zajlik a világban. Minden mozgalom, mindenféle vélemény, ami hivatalos, és a közmédiából, vagy pedig vagy pedig a közéletből származik, az minden a program és a propaganda része, ugyanúgy, ahogy ez is. Az emberek gyakorlatilag egy nagy színházi előadást néznek, és anélkül, hogy értenék, le sem veszik a szemüket a színpadról. Egy cikk a 168 órától az, az alapjövedelemről. Ugye az alapjövedelem az Universal Basic Income angolul, és ez arról szól, hogy mindenki kap egy bizonyos alapjövedelmet a számlájára minden hónapban, anélkül, hogy dolgozna, értem, mint egy segéd. Természetesen ez nagyszerűen hangzik, de hát ez igazából nem is kell különösen különösen ébernek lenni, hogy az ember megértse azt, hogy semmit nem adnak ingyen. Abban a világban, ahol ahol az üzlet és a politika elpusztítja nemcsak nem csak az emberiséget, hanem mindent, ami él a Földön, azért, hogy hasznot termeljen azoknak az embereknek, akik olyan pozícióban vannak, azt gondolni, hogy majd ők ingyen fognak nekünk pénzt adni, mindenféle Mindenféle követelmények és feltétek nélkül az, az naiv, és az alapjövedelem lesz az, ami rákényszeríti az embereket arra, hogy a rendszer részei legyenek. Úgyhogy aki a fenevad bégét keres, és aki érti a proféciát az írásba, annak érdemes figyelni az alapjövedelmet, ugyanis ez lesz az, amivel az emberiséget rákényszerítik a, a rendszerben való részvételre. Munka nem lesz, hiszen az a az automatizáció, a robotok, illetve a mesterséges intelligencia el fogja venni a munkahelyeket. Erről szó volt tegnap, amennyiben nincs munkahely, az emberek nincs megélhetése, földet nem tudnak művelni, mert nem értenek hozzá, meg nem lehet, mert az időjárás, a föld, mindent tönkre van téve, úgyhogy vagy a rendszer része az ember, vagy pedig mehet amerre lát, és az alapjövedelem lesz az, ami ebben kulcs szerepet fog játszani. A mai valóságból egy érdekes cikk arról szólja, hogy az Európai Egyesült Államokat tervezik. Ahogy mondtam már számtalanszor, a, aki azt gondolja, hogy a Brexit vagy a bármelyik ország kilépésre meg fogja akadályozni a világkormányt, az téved pontosan az ellenkezőjét fogja okozni, hiszen a gazdaság összeomlik, és arra lesz szükség, hogy egy egységes állam jöjjön létre, ez pedig az Európai Egyesült Államok. Ez lesz az, az egyik régiója az új világrendnek, de hogy hogy lesz pontosan, azt nem tudni, persze. A lényeg az, hogy a globalizációtól nincsen menekülés, ez be fog következni, az, hogy most hogyan keverik a kártyákat, az érdekes, de azon kívül semmilyen jelentősége nincs. A, 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 még egyszer mondom, ha valaki azt gondolja, hogy le lehet győzni több ezer milliárd dolláros iparokat, a, akármilyen módszere, akkor az, 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 az egy naív. Világban él, hiszen hogyan, milyen módon fogja az emberiség megállítani? Már, már nem egyszer említettem azt, 1100 milliárd dollár a gyógyszeripar bevétele éves szinten. 1100 milliárd dollár. Mi, mit fog valaki is az ellen csinálni? Hogyan, mi módon fogja majd megakadályozni? Hogy, hogy... És ez csak, ez csak a gyógyszeripar. A, a... Képzeljék el a haditechnológiát, a rendészeti szerveket, hogyan fogják az emberek ezeket legyőzni? Milyen módszer? Minél több ember lesz az utca, annál több rendőr fognak felvenni. A rendőrség, a tűzoltóság lesz az utolsó, ami meg fog szűnni, és soha nem fog megszűnni. Arra mindig lesz pénz. Az elit, aki uralja és irányítja a világot, mindig fog pénzt találni arra, hogy ezeket a munkákat megfizesse. És amikor nincs munka, akkor mindenki be fogja vállalni azt, ami van. Úgyhogy a, a, még egyszer mondom, az új világrendet nem lehet megállítani. Új világtudat ugye arról beszél, hogy a DARPA benfentes szerint óriási változások következnek be, erről már hónapokkal ezelőtt csináltam több videót, ugyanez a karakter benne van, ha jól emlékszem, érdemes megnézni, minden, ami a tudomány és a technológiáról szól, az gyakorlatilag, gyakorlatilag ennek a hatására indult. Ez egy érdekes videó, aki angolul tud, bár lehet, hogy le van fordítva, érdemes megnézni, az embereknek nincsen, nincsen igazából képe arról, hogy mi az, ami zajlik a, a háttérben, és ez egy nagyszerű videó arra, hogy ezt feltárja, de számtalan videót találtok az infóbában is erről a témáról, hogy mi az, ami következik, és hogyan fogja a technológia megváltoztatni a világot már rengetegszer elmondtam, ez Sky News, ugye arról van szó, hogy Skócia el akarja hagyni az Egyesült Királyságot. Teljesen mindegy, hogy, hogy az emberek mire szavaznak. A hónapokkal ezelőtt csináltam a videót, amikor arról volt szó, hogy, hogy évtizedekkel ezelőtt már csaltak a választások. Benne van, elmondja szó szerint ez a, a karakter, hogy, hogy meg tudják változtatni. Tehát hogy ne tudnák, hogy számítógépes szavazás azt csinálnak, amit akarnak. Azt mondja, hogy az a lényeg, hogy szoros legyen. Hát hogy lehet ennél szorosabb? Ennyit kell csinálni. Ki tudja, hogy ennyi az eredmény? Senki. Fogalma sincs senkinek semmiről. Csak azt látják, hogy ezt a számot írják ki ide. Az a végeredmény, amit ők akarnak. Ha nem akarták volna, hogy Nagy-Britannia most elhagyja az EU-t, akkor nem így, nem így jön ki az eredmény. Az, hogy ki mire szavaz, az másodlagos. Legjobb esetben. Teljesen mindegy, hogy ki mire szavaz. A káosz a lényeg, és az, hogy az embereket bizonytalanságban és félelemben tartsák. Ez az, amiről minden ilyen mondva csinált hír szól. És a legtöbb hír az mondva csinált. Akik esetleg érdeklődnek a számok iránytanoknak itt van hat ugye ez egy 9-es, az megint csak 6 megfordítva, 4 meg 5, az 9, az 6, Így csak megállnék villámgyorsan az univerzum története, ugye ez Terence Malick filmje. Ez az egyik oka annak, hogy az emberek elhiszik azt, hogy egy bolygón élünk. Ez az egyik oka a programozás az, hogy a nem telik el úgy hónap, hogy ne jön neki egy-két film arról, hogy mi, mi egy golyón szállunk körbe-körbe, és a semmiből lettünk több milliárd évvel ezelőtt. És én egyáltalán nem érdekel az, hogy ki mit gondol erről. A lényeg az, hogy aki érti, vagy azt hiszi, hogy érti, hogy hogyan működik a világ, annak mindig gyanúsnak kellene, hogy legyen a propaganda és a program. Az, ami a hivatalos vélemény, az, amit az elit reklámoz és promótál számunkra, az mindig gyanús kellene, hogy legyen. Egy másik érdekes téma, ami mostanában előtébe került, ez az, az, hogy az univerzum az egy hologram. Az a megdöbbentő számomra inkább, hogy az emberek bármiféle elméletet képesek megfontolni, akármilyen ostobaság is az teljesen mindegy, hogy, hogy idegenek csinálták az embereket, vagy mi hologramok vagyunk, vagy egy álomvilágban élünk, mint ami igaz is. De az a lényeg, hogy az, hogy a teremtő él, és ő az, aki ezt az egészet készítette, és az ő instrukciója alapján kéne élnünk, az ki van zárva. Teljesen mindegy, hogy milyen ostoba ötlet jön bárhonnan, az minden elfogadható. Csak és kizárólag az nem, ami amit az emberek több ezer éven át tudtak. Egyedül mi vagyunk azok itt az utolsó 1-200 évben, akik rájöttek, hogy mennyire okosak vagyunk, hogy mi, mi mindent tudunk meg, létre tudunk hozni mindenféle dolgokat. Mivel Elon Musk is erről beszél, úgyhogy a hologram dolog az egy egyértelmű hazugság, de aki egyáltalán meg is fontolja ezt a dolgot, annak, annak érdemes elgondolkodni nagyon erősen. ABC News arról beszél, hogy az ausztrálok félnek a, a készpénz nélküli társadalomtól, ugye a Cash Society, erről van szó. Ettől igazából mindenkinek félnie kéne az alapjövedelemmel együtt maga a készpénz nélküli társadalom lesz az, ami beüti az utolsó szeget az emberiség koporsójába tulajdonképpen, hiszen amennyiben nincs készpénz és nincs munka, onnantól kezdve az ember egy érdekes szituációban találja magát, különösen akkor, hogyha a családja van, és másokról kell gondoskodnia, ugyanis nem fog tudni. És két lehetőség fog előállni, az egyik az, hogy az ember az államtól és a világtól várja a segítséget, a másik pedig az, hogy a teremtőtől. Az lesz az a pillanat, amikor mindenki ráébred arra, hogy mindazok a dolgok, amiket most nevetségesnek találnak, azok a dolgok igazak voltak, és amiket most úgy gondolják, hogy az a valóság, az mind végig a hazugság része volt. Fox News arról számol be, hogy ugye Oroszország és Vladimir Putin beavatkozott az amerikai választásokba. Elég sok nevetséges hírrel találkozom, de ez talán az egyik legszánalmasabb az összes közül, hogy azt gondolja valaki, hogy ők erről is több videót találtak a csatornán egyébként. Hogy hónapokkal azelőtt, hogy ez megtörtént, már figyelmeztettek rá, hogy meg fog történni. Ennek ellenére megcsinálják az oroszok úgy, hogy ennek semmiféle következménye nincsen. Ha valaki elhiszi ezt, hogy ilyen van, akkor, akkor ott nagyobb problémák vannak, mint ez. Egyszerűen az egész arra megy ki, hogy ellenségeskedést szítsenek az országok között, és ez az egyik módja annak. Így vagy úgy, de háború lesz, erre készülnek fel, erre, ez az, amire mindenkinek fel kellene készülni, ez a szánalmas hír, ezt próbálja elősegíteni. Ugyanez a helyzet mindig újra és újra a tömegek manipulálása a lényeg, és az, hogy a propaganda terjedjen, megosztják a, a társadalmat és ellenségeskedést szítsenek az emberek között, félelmet keltsenek, illetve az embereket az utcára csalják, és azután a biztonsági intézkedéseket növeljék, a szabadságokat korlátozzák. Ez az egyszerű képet, erről szól minden. Többek közt az is, hogy 18 milliárddal csökkentik az orvosi kutatása szánt összegeket, miközben ez az összeg a falépítésére lesz fordítva. Amennyiben mindenki megérti, illetve amennyiben valaki megérti azt, hogy ezek színészek, akik egy koreográfia szerint dolgoznak, és forgatókönyvírók írják azt, ami történik a politika színpadán, akkor onnantól kezdve nagyon egyszerű az egész, és látja azt, hogy mi a végcél, onnan kezdve pedig szépen visszafelé dolgozik. Ugyanúgy, ahogy ők csinálják. Nem véletlenül találták ki. Ezeket, a, ezeket az eljárások. Megvan a végcél, visszafele dolgoznak. Mire van szükség? Káoszra, félelemre. Ez az, amit elérnek. Egy olyan döntés, egy, no, egy normális ember nem hoz meg olyan döntést, hogy az orvosi kutatásra szánt összegeket egy fal építésére szánja. Trump sokkal okosabb, mint a legtöbb ember, aki a híreket nézi. Sokkal. Pontosan tudja, hogy mi az ő szerepe, és azt játsza. A tömegek megosztása. Ő egy negatív karakter játszik, Obama volt a pozitív. Mindenkinek megvan a saját szerepe. Ugye ez yahoo.com. A legfontosabb azonban az, hogy senki soha nem fogja megtudni, hogy ezek a dolgok igazak-e. Miközben 230 ezer ember aláírta azt a petíciót, hogy Belániel Trump költözön a Fehérházba. És emberek ezzel foglalkoznak, miközben ilyen dolgok történnek a világon. Miközben az információ ott van, elérhető, megtudhatná mindenki az, hogy mi történik valójában a világon, és az emberek ezzel vesztegetik az idejüket, hogy aláírásokat gyűjtegetnek. Teljesen mindegy, miről szól a petíció, ugyanúgy ott, mit itt, senkinek semmiféle hatása nincs arra, hogy mi fog történni. Apróbb győzelmeket el lehet érni, de én már erre nem vesztegetném az időmet, hogy ki hol lakik vagy hogy mennyi erdőt tudok megmenteni, mert egyáltalán semennyit nem fog tudni megmenteni senki, ugyanis az, ami következik, az nem csak a, az emberiséget, de minden mást magával fog ragadni. Legalábbis azoknak a nagy része. 69 nap alatt többet értett Trump, mint mások. Korábban csak azért mutatom, hogy akik úgy gondolják, hogy a számoknak nincs jelentősége, azoknak itt van egy nagyszerű példa. Természetesen ők arról beszélnek, hogy 35% alá esett a népszerűsége, illetve az elfogadottsági indexe, ami évekig tartott a többieknek, azért, mert neki ez a szerepe, a többieknek más volt a szerepe. Az amerikai elnök az egy színész, ugyanúgy, ahogy Arnold Schwarzenegger, mint kormányzó, vagy ugyanúgy, ahogy Jesse Ventura, mint szintén képviselő, vagy Ronald Reagan, vagy az összes többi. Van, aki hivatásos, a többiek pedig csak amatőr színészek. Ahogy mondtam, a cél az, hogy az embereket egymás ellen fordítsák, illetve legfőbbképpen az embereket a rendszer ellen fordítsák. És ha ez hihetetlen valaki számára, csak gondolkozzon el rajta, hogy mit tud az ember a rendszer ellen csinálni, rájön, hogy semmit azért akarják, hogy az emberek a rendszert utálják, és egymást utálják, és mindenki utáljon mindenkit. Ez a lényeg. China Xinhua News arról számol, hogy Franciaországban egy kínait lelőttek a rendőrök, még egyelőre nincs arról hír, hogy miért, és természetesen a közösség nem nézi ezt jó szemmel. Ez csak egy nagyszerű példája arra, hogyan manipulálják a tömegeket, hogyan fordítanak mindenkit egymás ellen és a rendszer ellen. Amennyiben ez, ezt elérik, már pedig el fogják érni, hiszen az emberek gyakorlatilag úgy ugrálnak, ahogy ők fütyülnek, akkor képesek minél nagyobb Káoszt teremteni, és abból a káoszból a végén rendet csinálni, mikor már mindenkinek elege lesz abból, ami történik a világban. És ez ennek egy nagyszerű példája. Nem mehetek el szó nélkül hihetetlen magazin mellett. Hihetetlen magazin nem is tudom milyen kategóriába lehetne sorolni, de olyan ostoba dolgokról szól, hogy az ember csak kapkodja a fejét, ugye az univerzumról beszél, milyen alakja van az univerzumnak, és hogy ez egy Dodeka Éder, meg hogy több milliárd párhuzamos univerzum van. Az a probléma, hogy erre semmiféle bizonyíték nincsen, azon kívül, a képregényeken kívül, amit a NASA rendelkezésünkre bocsájt, ezen kívül senkinek semmilyen bizonyítéka nincs arról, hogy mi ott élünk, ahol nekünk azt mondják, mihez valakinek lesz, az mindenképp keresse meg addig. Az ilyen dolgok miatt, mint a hihetetlen magazin ezek miatt hisznek az emberek ezekben a dolgokban. Olyan ostobaságokat állítanak, mint az, hogy George Soros nem tagja az elitnek, hogy a Rockefellerek és a, a Rothschild család nem tagja a háttérhatalomnak, hiszen őket ismerjük. Szóval aki innen szerzi az információit, az egy ugyanolyan álomvilágban ilyen mint ők. Ennyit a mai dolgokról, még rengeteg más van, de nem akarom az időt tovább ezzel húzni, remélem hasznosnak találtátok, és mindenki közelebb ahhoz, hogy megértse, hogy a világ egy színház, és mindaz, ami a színpadon történik, csak figyelem elterelés, és része a nevetséges koreográfiának. Amíg az ember nem néz a színfalak mögé, és nem érti meg a végcélt, addig nagyon nehéz lesz a káoszt átlátni, illetve azt, ami zajlik. Mindenkinek a legjobbakat és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van azt ide valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!